Makkodi László kifaragta Szent István szobrát, letartóztatták az embercsempészt, segítséget kér a karcagi nő, online felvételi tájékoztatók. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 22-én 18 óra 5 perckor. Tyukodi László népi faszobrász évtizedek óta álmodja fába a kun arcokat, pásztorokat és István király alakját. A tavalyi év azonban alkotói szempontból, ahogy fogalmazott, borzasztó nehéz volt számára. Mindössze egy túrkevei kiállításon mutatkozhatott be, s a karcagi Jókai úti óvodába vitt el gyerekeknek pár kisebb szobrot. Tyukodi László kifaragta Szent István szobrát. Munkája azonban mára az ország sok településén láthatóak, míg volt lehetősége, szívesen vett részt alkotótáborokban, ahol sokat tanult az erdélyi és felvidéki mesterektől, akikkel főleg a Dunántúra készítettek szobrokat. Közben megjött ez a felkérés, lejött egy olyan ember, aki hát engem igazán meglepett, mert honnan, hát nagy Pest megyéből ugye, hallotta, hogy illetve van ott egy rokon a feleségemnek, és az mondta biztosan neki, hogy én mit csinálok. És rögtön lejött, mert kisújjon van az anyósa, ott lakik, és akkor azt mondja, átjöhet ide, átjöhet, megnézte, miket csinálgatok itt a kiállítóterembe. És mondta, hogy mi kellene neki, hát hajrá. Megmutattam egy jó pár István király szobrot, amit Zalában, meg az országban nagyon sok helyen csináltam meg. Hát vagy 5-6, biztos. És nagyon tetszett neki. Attól, hogy népi. Mondtam neki, hogy azért ez népi, mivel hogy nekem ez nem szakmám. És annál jobban örült neki, mert ez sokkal jobb, mint a nagyon kidolgozott valamik. Ő neki jobban tetszett. Hát örültem én is neki, végre valami. Szívesen adja át tudását a gyerekeknek is. Amíg lehetett, rendszeresen ment Gyöngy ékszerkészítő feleségével óvodákba, iskolákba, városi rendezvényekre, ahol a gyerekekkel közösen faragtak, vagy épp gyöngyöt fűztek. Tavaly erre egyetlen alkalommal volt lehetőségük a vírusjárvány miatt. Az év vége azonban mégis sikeresen zárult Tyukodi László számára. Ősszel ugyanis megkereste Monori Erdő polgármestere, mert hallott munkáiról. A fa magasságát, én mindig úgy szoktam, még a polgármester is azt mondta, hogy körülbelül olyan magas lesz, mint ő, hogy ott már ő látta ezt a kőrisfát, mondom már, hogy milyen fa is. És ahogy lehozták rögtön, hát... Már is rögtön belekötöttem, mert ugyanis úgy nőtt a fa ilyen csavarga. És tudod, az egyik vége keskeny, a másik meg vastag volt. Most hogy csináljam meg, Istenem? Hát azért nem ott van, hogy csak cseréljük ki gyorsan. De azért hozzáfogtam, és akkor variálgattam szépen. Hát szépen úgy, ahogy elindult. Hát ha látnád az első indulásokat, elvett a kedvem, abba is hagytam. Ugyanis belülről be volt rohadva. Te jó Isten, fekete volt, gondolhatod. Örültem most, hogy végre van egy jó kis melom, én meg itthon, nem kell mennem össze-vissza, hát ki nem örül ennek. És akkor mondom, gyerünk variálni, és elkezdtem variálni. Mondom, a magasság az pont annyi, amikor a téglára ráállt, és a téglán felül, hát az ember az annyi, mint én, olyan, mint én, akkora. Direkt úgy csináltam, hogy egyikre se hasonlítson, tehát megvannak a fotók a többiről is, de egyikre se hasonlítson. Rajzolgattam én egy csomót, vagy 5-6 dolgot, és azt mondta az a Pali, hogy, illetve Béla, hogy jó lesz ez. Megnézte a bemutató termében lévő szobrait, munkáit, és ez alapján megrendelte tőle a Szent István szobrot. Letartóztatták az embercsempészéssel gyanúsított férfit, társát bűnügyi felügyelet alá helyezték. A sértettet a Karcag TV kamerája előtt vitték be a rendőrautóba. Letartóztatták az embercsempészéssel gyanúsított férfit, társát bűnügyi felügyelet alá helyezték. A Kunszentmártoni járási ügyészség indítványt tett egy 28 éves férfi és egy 25 éves nővel szemben embercsempészés büntette miatt a letartóztatásukra. A rendelkezésre álló adatok szerint 2021. január 11-én a délutáni órákban a gyanúsítottak lementek a déli határa Szeged mellé, ahol egy furgonnal
6 szír állampolgárt vettek föl, akik korábban jogellenesen lépték át a magyar határt. Az volt a tervük, hogy Ausztriáig elkísérik őket, ott a zöld határon segítenek átmenni a Ausztriába. Tervük azonban nem járt sikerrel, mert este 8 óra körül Kunszentmárton belterületén rendőrjárőrökkel találták szembe magukat, akik intézkedés alá akarták vonni őket. Ekkor még a gyanúsított férfi elhajtott a furgonnal, Tiszakürt külterületén sikerült feltartóztatni őket. A gyanúsított férfi még ekkor is szökést kísérelt meg, befutott a nádasba, mintegy 500 métert kellett őt üldözni. A gyanúsítottak egyébként 200 eurót és több mint 16 ezer forintot kértek el a szír állampolgároktól. Végülis a szír állampolgárokat pedig a furgonnak a rakterében megtalálták a rendőrök. Ezt követően a bíróságon ülést tartottak az ügyben. A férfinek a letartóztatását egyetértve az ügyészi indítvánnyal elrendelte a bíróság, a nőnek a bűnügyi felügyeletét rendelték el. A végzés nem végleges, mert az ügyészség fellebbezést nyújtott be, illetőleg a gyanúsított férfi is fellebbezett az ügyben. A döntés egyik gyanúsított esetében sem végleges, az ügyészség a férfi vonatkozásában tudomásul vette a végzést, a nő esetében azonban letartóztatás érdekében fellebbezett. A férfi és védője pedig bűnügyi felügyelet elrendelése érdekében terjesztett elő fellebbezést, ezért a kérdésben az ügyben másodfokon eljáró szolnoki törvényszék hozza majd meg a végső döntést. 4 gyerekkel maradt egyedül az a nő, akinek brutális kegyetlenséggel megölték a lányát Karcagon. A gyerekek sírva várják minden nap haza az édesanyjukat, fel sem fogják, hogy ő már nem él. Nem engedtem őket sehova, hogy itt legyenek velem, hogy érezzék azt, hogy itt vagyok, és ugye én mindenben, hogy számíthatnak rám, hogy érezzék a törődést, és kell, hogy legyen egy kis kiegyensúlyozottságuk. Nagyon sokat sírtak eleinte, bár most úgy érzem, hogy jobban vannak. Úgyhogy talán már jövő héten megpróbálom közösségbe engedni a gyerekeket, hogy nem is tudom, nem az, hogy felejtődjön nekik, vagy vissza kell, hogy álljanak nekik is a normális életbe, mert ugye ők még nagyon kicsik. Kértem pszichológusok segítségét is, hogy próbáljanak a gyerekeknek segíteni, hogyha valamit elnyomnak, akkor az jöjjön ki, ne legyen nekik az később egy trauma, vagy bármi, amit rosszul élhetnek meg. Az áldozat édesanyja egyelőre csak a nagyobbik, 7 éves unokájának tudta elmondani, hogy édesanyja soha nem jön haza többet. Inkább a nagyobbik gyerek az, akinek elmondtam Rubennek, hogy az anyukája már az angyalok közt van, és a szívében lakik. Hát nem fogja még fel igazából. Itt van a kis szívében, mindig itt lesz. És hogy itt vagyok neki én is, és szeretem, és támogatom, és rám mindig számolhat. A nőt volt párja ölte meg, testét pedig elásta Felső Lajos közelében. A nagymama most erőn felül próbálja a gyerekeket nevelni a hatalmas sok után. Nagyon sokban megváltozott az életem, ugyanis fel kellett, hogy mondjak a munkahelyemen, mert ugye nekem is van 2 kicsit, meg a lányom is rábagyott 2 kicsit, úgyhogy 4 kisgyerekkel vagyok egyedül, és nem tudom, hogy tudom megoldani ezt a pár hónapot, vagy ezt el tudjak megint állni dolgozni, hogy a vendelt beszokassam az óvodába, mert ugye ő még 3 éves, és most kezdeni az óvodát. És végeredményben azért kértem én az önök segítségét, hogy ha vannak olyan jó érzésű emberek, akik tudnának egy kicsit támogatni bennünket, mert nagyon nagy szükségük van rá. Mert nem tudom így, hogy mi lesz a kisgyerekek miatt, mert ugye itt vagy kis családi portlékban nem lehet megélni. Nem tudom őket addig, amíg nincs annyi erőm, hogy dolgozzak, addig szükségem lenne egy kis segítségre. A Covid miatt idén elmaradtak a nyílt napok a középiskolákban, pedig sokan szerettek volna személyesen is megismerkedni a pedagógusokkal, mielőtt iskolát választanak.
A tanároknak is kihívás jelent ez az időszak, a legtöbb iskola online tájékoztatót készített a szülőknek. Azt gondolom, hogy minden középiskola megpróbálta körülményekhez képest kellő segítséget nyújtani a továbbtanulásban a döntések meghozatalához, és ha nem is tudtak a gyerekek személyesen részt venni a nyílt napokon, de az iskolák nagy része virtuális módon online keretek között próbált iskolabejárást, iskolabemutatást tartani, illetve minden fontos információ megjelent a továbbtanulással és a felvételikkel kapcsolatosan a középiskoláknak a honlapján, és itt így viszonylag könnyű volt tájékozódni. Természetesen minden fontos dolgot mérlegelni kell a továbbtanulás esetében, hogy mit szeretne a gyermek, milyen a tanulmányi eredménye, és hol tudná a legjobb körülmények között folytatni a tanulmányait. Ebben a honlapokon való információk nagyon-nagyon sokat segítettek, illetve a járványügyi szabályok betartásával a mi iskolánkban volt lehetőség arra, hogy a környék gimnáziumai és középiskolái eljöttek, és bemutathatták kisfilmjeinket, elmondhatták a képzési kínálatukat, hogy mit terveznek a következő tanévben. A Szent Annai Sámuel Református Gimnáziumban mindent bevetettek, hogy népszerűsítsék az iskolát a felvételizők körében. Jelenlegi járványhelyzet, az egész országban állunk is természetesen, egy intézkedési terv szerinti működést írt elő az intézményeknek, így nekünk is. A felvételi eljárásunk is elsősorban erre az időszakra a digitális és a különféle infokommunikációs eszközök felhasználására alapozódik. Ez azt jelenti, hogy mi esetünkben elkészült mintegy 700 darab tájékoztató anyag az iskolának a bemutatási céljaira. Készült egy kis film, amit a Szolnok TV készített, illetve mi magunk is készítettünk egy kis bemutató filmet az iskoláról. Jelenleg a Facebookon is jelen vagyunk, Facebook oldala van az iskolának, ahová két naponta kerül föl egy-egy volt diákunknak a véleménye, hát tulajdonképpen egyfajta tájékoztatása arról, hogy hogyan élt meg ebben az intézményben, és hogyan tudta használni azokat az ismereteket, amiket itt szerzett. Az általános iskolákba küldött anyagok mellett hát három esetben volt lehetőségünk, hogy személyesen is megjelenjünk még az elején az általános iskolákban, és ott a bemutatkozásunkat teljessé tegyük. Természetesen a február 19-i jelentkezési határidőig még állunk a szülők, illetve tanulók rendelkezésére, és hogyha különféle információkra van szükségük az iskoláról, akkor ezeket e-mailben, vagy valamilyen digitális formában, akár a Facebook oldalon keresztül is föltehetik az intézmény vezetésének. Megszoktuk, hogy egy ilyen zsibongó, pezsgő élet van a iskolában. Most, hogyha szétnézünk, akkor látszik, hogy egy ilyen kihaltnak tűnik az egész, de azért van egy erős tevékenység itt, amit végzünk a háttérben. Ezt most digitálisan természetesen, de hát a jelenléti oktatásban is kell majd helytállnunk, hiszen a gyakorlatok megszervezése az jelenléti oktatásban folyik majd, illetve jelenleg is azok a tanulók, akik nem tudtak részt venni ebben a digitális oktatásban, azoknak biztosítunk számos más lehetőséget arra, hogy fél év előtt még jegyet szerezzenek. Van érdeklődés, szoktunk kérdéseket kapni, elsősorban telefonon, és néha előfordul, hogy valamilyen más formában keresnek meg, tehát e-mailen keresztül, az iskola e-mail címén keresztül. Ezekre adunk egy részletes tájékoztatást, illetve különféle bemutatókat ajánlunk, hogy tekintsék meg akár a filmeket is, hiszen az azért egy teljes körű áttekintést ad az iskoláról. De az online tájékoztatás azért nagyban segített. A központi írásbeli felvételi vizsga január 23-án lesz. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!